A tavalyi évben számos beruházást valósított meg a városvezetés, csak néhányat kiemelve is hosszú a sor. teljeség igénye nélkül körforgalom a tábor villanytelep Betlengábor utcák találkozásánál napkollektor a tábor negyedik azánház szerkezetére. A Mária Valéria épület felújítása, Szent János, Rózsa, Kuvar, Domb, Csere utcák korszerűsítése is még sorolhatnánk. Munda Levente polgármester idei terveit hallgatva is hosszú a lista, napkollektorok a művelődési ház tetejére a távfűtés hálózat modernizálásának folytatására. A újabb biomaszás kazánok üzembehelyezése, körforgalom kialakítása a nikolaj bölcseszkő és a betlenfalvi út, az az a terelő út, valamint a Rákóczi Ferenc 1918. December egy utcák találkozásához. Az idei tervek között szerepel továbbá a városi piac felújításának folytatása, de leaszfaltozzák a farcádi utcát is, legalább két hít építése is terítéken van. A templom utcában készülne az egyik átkelő, valamint a jelenleg megrongálódott állapotban levő sas és a Nikolai bölcses utcákat összekötő, nagy. Kükülő átívelő fahít helyére is újat terveznek kialakítani. Szombathal már is szeretné építeni a polgármester hivatal, de további elképzelések is várnak kivitelezésre. A költségvetés most állítjuk össze, szeretnénk még körforgalmat építeni, és amennyiben a tanács jóvá hagyja, akkor neki kezdünk a munkáknak. Ugye én visszatérnék arra az ötletre is, hogy jó lenne a készruhagyár mellett mindenképp egy körforgalmat kialakítani, hisz a gyárból, amikor jönnek ki a munkások, akkor elég nagy a kavalodás. Azon kívül is nehéz a terelőútról kitérni, hogyha valaki a Rákóczi út felé szeretne indulni. Jó lenne, hogyha a felső végén a városnak a terelőút, tehát a Nikolai Bölcseszkó, és a Betlen utcánál elkészülne a beruházás, vagy legalább elindítanánk az. De hát úgy vagyok ezzel, hogy nekünk nagyon sok elképzelésünk van, nagyon sok olyan munka van, ami fontos volna, és jó lenne, viszont a tanács jóvá kell hagyja. A Bunta Leventével készült teljes interjút megnézheti honlapunkra a d3.ron is, ahol az előjáró hosszabban beszél azokról az elképzelésekről, amit még ebben az esztendőben szeretne megvalósítani.